Köszönöm szépen. Ezt a 10 napot megpróbáltam hát a legjobban a pihenésre összpontosítani. Igazából sikerült is, a családommal voltam otthon, azért hosszú volt ez az olimpiai felkészülés, az olimpia is, de egy élmény volt, amivel hazajöttem, úgyhogy egy 3 napig meséltem, hogy mik történtek velem kint Tokióban. Amúgy így visszagondolva, egy olimpiai 7. hely az egy nagyon szép eredmény szerintem. Ott még nem volt annyira szép, de most, hogy így hazajöttünk, és teljesen átértékelve, ez egy nagyon jó eredmény. Voltak hullámvölgyeink, nagyon nehezen kezdtük. Azért egy olimpiát elkezdeni úgy, hogy ennyi év után jutottunk ki, nem volt annyi tapasztalatunk benne. Amúgy is voltunk fiatalok, voltak tapasztaltak is, de ők, hát egy emberünk volt, aki ugye olimpián szerepelt, ő próbált átadni nekünk azt a tapasztalatát, amit átélt, de igazából ezt meg kellett szokni, hogy ez egy más kávéház, úgyhogy a saját teljesítményemet igazából a csapathoz mérném, nekem is voltak hullámvölgyeim, de így igazodtam a csapathoz, úgyhogy próbáltam a legjobbamat nyújtani. Most is a hidegrász, hogy én már úgy jöttem haza, hogy Párizs az egy nagyon nagy cél, és 3 éven belül én ki szeretnék megint menni az olimpiára, és szerintem úgy fogunk most már dolgozni, hogy ez legyen a legnagyobb, erre koncentráljunk a legjobban, úgyhogy az összes világversenyre is úgy fogunk szerintem készülni. Én személy szerint én nagyon szeretnék ott lenni, és tényleg ezek a mostani tapasztalatok, most már tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni. A falu az megint csak egy másik szenzáció volt, hogy kimentem és mindenféle sportolóval összefutottam, de hát ugye sajnos itt a saját dolgainkra kellett koncentrálni, úgyhogy amikor szabad időnk volt, akkor tudtunk egy kicsit körül-körül nézegetni a faluban. Nagyon jó volt. Én már most nagyon szeretek itt lenni, és már most gondolkodtam egy csomót, hogy igen, még sokat kell tanulnom, tapasztalnom, és nagyon sokat fog tanulni. Úgyhogy én nekem most ez ad a legnagyobb motivációt, hogy fejlődés, és tanulás. Szerintem nagyon jó csapat leszünk, igen, össze kell szoknunk még, nagyon sokan leszünk újak, és minket be kell építeni a csapatba, de lesznek segítségeink a csapaton belül is, és a stábtagok is szerintem minden erejükkel azon fognak lenni, hogy minél előbb kihozzuk önmagunkból a legjobbat. Szerintem nagyon jó lesz. Én az első edzés után is akkora motiváltsággal mentem haza, hogy újat tanulhatok tényleg tőle, új dolgokat fog mutatni nekem és magyarázni, úgyhogy én nagyon várom már ezt, hogy elkezdődjön igazából, de most már minden edzést ugyanúgy várok motiváltsággal, hogy mit fog mutatni. Igazából az egész csapat. Olyan játékosok vannak itt, akikkel bármelyiket felsorolhatnám, mindegyikkel ugyanúgy szeretnék együtt játszani. Nagyon tetszik. Anyukám, a tesómmal jöttem le költözni, de anyukám lejött hozzám szombaton, és mondtam neki, hogy anya, ez a város, ez nekem nagyon tetszik. Én most költöztem el először otthonról, úgyhogy nekem ez egy kicsit új dolog, úgyhogy, de nekem nagyon tetszik a város, nyugodt, a kiskutyámmal vagyok itt, úgyhogy vele sétálgatok most, még jó, mondjuk eddig nem jutottunk nagyon messzire. Amint mondtam, nagyon motivált vagyok, és nagyon várom, hogy elkezdődjön ez az egész. Igen, eddig ellenfélként jöttem, és szeretném most már azt tapasztalni, hogy én ugye hazaiként vagyok itt, és hogy a szurkolókkal együtt majd mit tudunk kihozni ebből az évből.
nagy célokkal jöttem, és én nagyon szeretném ezt a BL trófeát majd a magasba emelni, de ugyanígy vagyok a bajnoksággal, a Magyar Kupával. Nagyon nehéz lesz, tudom, de dolgozni fogok érte, hogy ezeket mind a magasba tudjam emelni, és június közepén már arról tudjunk majd beszélni, hogy igen, milyen sikeres volt ez az év. Én nagyon várom tényleg a kezdést, és ahogy mondtam az előbb, hogy dolgozzunk együtt a sikerekért, és éljünk át minden élményt, pillanatot együtt.